Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Hát megint főzünk, bár mostanában nem nagyon van étvágy ebben a nagy melegben, szerintem ti is tapasztaltátok. Úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy lángost csinálok most. Túl sokat nem kell vele dolgozni, nagyon hamar kisül egy 10 perc, és már ehetünk. Azért mégis óhajtjuk a frisset, amikor eszünk, de nem is sokat fogok most belőle kisütni. Azért is választottam most ezt a fajta lángost, mert ezt a hűtőbe is lehet tartani, akár 5 nap után is még simán, ha kiveszitek, süthetitek. Mutatom is a hozzávalókat. Fél kiló liszt, kell hozzá egy nagyon kicsi cukor, 1 deci tej, egy kevés só, a kefír az 3 deci, 1 darab tojás. Na, tojásnál itt álljunk meg, mert ha tojás van benne, én úgy gondolom, meg úgy éreztem, hogy finomabb egy kicsit, hogyha van benne egy tojás is. És akkor maximum 3 napig tartható el a hűtőben, mert feltört tojást maximum 3 napig lehet eltárázni a hűtőbe, úgyhogy ne legyen belőle gond. Azt remélem, ti is tudjátok, hogy maximum plusz 5 fokig jó a hűtő, hogyha működik, azon felül már nem jó a működése, tehát maximum 5 fokig plusz 5-ig működjön, és akkor 3 nap. Na de mutatom, hogyha feltöröm ezt a tojást, mert úgyis mindjárt kell, akkor ezt ki is lehet hagyni, és akkor körülbelül ennyi, szemre ennyi mennyiségnyi tejet vagy kefirt pluszba tesztek hozzá, ahhoz, amit eddig felsoroltam. Ha nincs tojás, akkor annyival több tej, vagy annyival több kefir menjen hozzá, mert ugye ez nedvesség tartalmában jelentkezni fog, és akkor akár 5 napig is tarthatjátok a hűtőbe, hogy folyamatosan, amikor csak megóhajtjátok, csak annyit süssetek ki, és akkor nekem most instant élesztő lesz benne egy csomaggal, ami 7 grammos, fél kilóhoz annyi kell, de ha ti friss élesztővel dolgoztok, akkor 1-2,5 dekányi, de 2 deka is elég hozzá. Az olaj majd a kidolgozásához fog kelleni, de azt majd mutatom. Úgyhogy hamar gyorsan össze is rakjuk, és ez nagyon hamar kész lesz, meglátjátok, és nagyon finom lesz. Az első dolog, hogy a leszitált lisztünkbe egy teáskanál sót beleszórok, és ezt elkavarom. Ez egy BL55-ös sima fehér liszt. Jó. Kész. Aztán veszem a tejet, veszem a cukrot. Aki friss élesztővel dolgozik, nyilván ezek már szobahőmérsékleten vannak minden, ezt már kivettem időbe, hogy semmi ne legyen hideg, mert hamarabb meg fog kelni. Ha mégis hidegebb lenne, akkor is meg kellene, csak tovább tartana. Aki friss élesztővel dolgozik, akkor azt ebbe bele kell szórni a mennyiséget, meg egy lapos teáskanál cukrot, és akkor fel lehet benne futtatni. Na most én javaslom nektek azt is, mert az instantot nem kell felfuttatni, de meg lehet tenni azért, hogy a biztonság kedvéért, hogy megláthassuk, hogy biztosan jó a szavatossága, mert ez ugyanúgy felrugódik, de ennél nem kötelező ezt csinálni, csak ha nem vagytok benne biztosak, akkor ez egy megerősítés lehet. Most én ezt nem fogom megvárni, mert tudom, hogy jó, mert láttam a szavatosságát, csak ezt így kell működtetni, azért mondom, hogy van ilyen lehetőség is. És én ezt már bele is öntöm ide, mert mivel mondtam, hogy nem várok itt semmi másra, mert ezt lehet így is alkalmazni. És én szépen most mindent bele fogok tenni, beleteszem a kefírt, a 3 decit, beleteszem az 1 tojást, és gyönyörűen a kezemmel, ami meg van mosva, bele fogok nyúlni, és szépen összekavarom. Szépen kidolgozom. És ennyi tulajdonképpen a hozzávalója, mint ahogy mondtam, a tojás kihagyható. Akkor is finom lesz. Tehát ezt a receptet is azért mutatom, mert ez is nagyon jó. Ennek a plusz előnye az, hogy tényleg eláll akár több napig is, és amikor nem olyan az étvágy, vagy kevesebbre van szükség, akkor egyszerre összekavarjuk az egészet, de azért 3-4-5 napon belül is folyamatosan, ha csak egyet szeretnénk kisütni, vagy 2-t, akkor az is megoldható. Én is most csak keveset fogok kisütni, mert nagyon nem óhajtjuk most az ételt, valahogy nem tudom, ez a meleg ezt hozza. Szóval ez a recept, ez kifejezetten erre nagyon is alkalmas. És nagyon gyorsan készen van, mert kidolgozása az sem olyan sok idő, és akkor tulajdonképpen egy 20 perc múlva már süthető is, és a sütése meg egy 10 perc. Tehát hamar van és friss. Aki szereti a lángost, én nem sok embert ismerek, olyat, aki nem szeretné. Ezt addig csináljuk, míg el nem válik a tálltól. És nem teszek hozzá több lisztet,
Majd mindjárt egy nagyon pici olajat fogok hozzátenni. Majd most lesz. Nem sokat, csak érzésből. És így még könnyebb a kidolgozás. Még így egy kicsit formázom, és akkor nem sokára dolgozunk vele tovább. Gyerekek, 2 percnél tovább ne csináljátok, mert teljes felesleges. Ezzel az olajjal olyan könnyen lehet vele dolgozni, hogy tám még jobb, mint a gép. Na, még egy picike. És többet nem is teszek rá. Na, mert szép, sima. Na. Ezt most élőben mutattuk. Nem is gyurmázom tovább. Teljesen felesleges. Jó, picit beolajozom. Most már mindenhol, és ezt most mondom is, hogy miért csinálom. Ennek a segítségével fogom ki is szaggatni, de én most ezt nem akarom mindet megcsinálni, mert sok lenne nekünk, és nem is várom meg, hogy megkeljen, úgyhogy én most körülbelül 2 olyan kisebb adagot szeretnék kisütni, annyit kint hagyok, kibucizok, a többit meg elteszem a hűtőbe, mutatom azt is, hogy hogy. Fogok egy nájlonzacskót, és szépen ebbe ilyen jó olajos módon belehelyezem, de legyen rajta olaj, mert akkor beleragad másképp. Elszorítom, és mehet a hűtőbe, és amikor nekem erre szükségem van, akkor mivel ebbe tojás is van, maximum 3 napig tudom felhasználni, ha nem tettem volna bele, akkor akár 5 napig is fel tudom használni, amikor tetszik, akkor sütök belőle. Lisztet pluszba semmiképpen nem használok, már csak azért sem, mert az olajnak nem haverja a liszt, mert csak koszolja és ég lefelé. Jó, ennyi. Minél lazább szerkezetű, annál jobb lesz a tésztánk. Ezt szépen csak letakarom, egy kicsit hadd keljen. 2-szeresére megnőtt nekünk a tésztánk. Picit lecsiptem belőle, és az olajat közben elkezdtem hevíteni, és innen fogjuk megnézni, hogy mikor tehetjük bele, mert ez nagyon nem mindegy. Amikor ez már szépen kezd elfelé színeződni, rendesen, még át is fogom fordítani, majd csak akkor teszem bele a lángost, mert nem akarom, hogy feleslegesen szívja az olajat felfelé, ha még nem elég forró az olaj. És itt az idő. És nagyon-nagyon tökéletesre sült, látjátok? Finom kis lángoska. A vastagságát meg lehet határozni, hogy ki milyen vastagra hozza ezt az egészet. Lehet végnyabra is, aki úgy szereti, de a közepét is, hogy hogy néz ki, ez egy nagyon könnyed tészta. Nagyon finom. Tehát ezt így kell elképzelni. Kívül ilyen ropis, belül meg ilyen könnyen levegős, hogy úgy mondjam. Na, nagyon finom. És akkor az egyik legjobb dolog a világon, gyerekek, amikor enni kell már csak. A nagyon finom lángosunk készen van. A fokhagymás tejfölt, amit megcsináltam, amiben só van és fokhagyma, ízlés szerint. Hát aki ezzel szereti, akkor azt kenje meg vele. Nem sajnáljuk róla, cúrmit. Jó. Hú, de jó ropogós. Annyira jó illata van, és amúgy láttátok, hogy nagyon gyorsan elkészül. Igazándiból csak az az idő, a sok, ameddig egy
Maximum fél óra hosszát kell rá várni, míg meg kell a tészta, de egyébként nagyon gyors. Direkt mutattuk is, hogy mennyi idő alatt lehet begyúrni. Az is nagyon hamar megvan. Sütés megint nagyon hamar készen van, úgyhogy 10 deka lisztet számoljatok egy főre, ami a normál méretű. Lángosnak felel meg, tehát ez a 50 dekából csinálta most egy fél kilóból. Ez azt jelenti, hogy ebből 5 lángos normál méretű hozható ki. Ha dupla adagot szeretnétek, akkor duplázzátok a mennyiséget, okés? Na, azért én még egy pici sót szoktam rá pergetni magamnak. És akkor mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok, aki elkészíti. Sziasztok!